Nos, üdvözlöm a kedves kollégákat újra itt a Game Day irodában, és folytatom is a munkát, ezúttal a Battleborn-nal fogunk játszani, és gyerekek, el kell, hogy mondjam nektek, hogy én valamiért katasztrofális vagyok a mobákban, egyszerűen genetikailag képtelen vagyok velük játszani, de mivel a Battleborn csak úgy kb. Moba, tehát a mobából merített rengeteg játékmechanikai elemet, ezért úgy gondoltam, hogy ezen valahogy megedződöm, megpróbálom megtanulni, hogy miről szól ez a játékműfaj. És még mindig katasztrofális vagyok, de az tény, hogy tanultam egyet mást, úgyhogy most megmutatom nektek, hogy én konkrétan mit tanultam ebből a játékból, és hogyan tudjátok ti is elkezdeni ezt a MOBA műfajt, hogyha nagyon akarjátok. Az első és legfontosabb szabály az, hogy sose játsz olyan karakterrel, amit egyáltalán nem ismersz. Van ebben a játékban egy story mód, abban ki tudod próbálni a különböző karaktereket, gyakorolj velük egy kicsit, ez más játékokra is igaz lehet, hogyha van ilyen mód, mert azért ez nagyon-nagyon gáz, hogyha bekerülsz egy meccsbe, mindenki állatira próbálkozik, és te ott állsz, és akkor prüntyöksz a kis hílelőssel, hogy ha megnyomom a kód, akkor mi van? Szóval mindenképpen gyakorolni kell, és én gyakoroltam is, úgyhogy én úgy érzem, hogy most már 9. szinten vagyok, készen állok a küzdelemre, és hát ahogy láthatjátok, nyilvánvalóan Crispy Bacon egy botanist, azaz kertész, mert hát hol máshol lehetne lapátolni. A másik nagyon-nagyon fontos szabály, bármit tesztek, hibáztassátok a matchmakinget. A Battlebornban valamiért borzasztóan lassú a matchmaking, ahogy itt láthatjátok jobbra, nem látjátok, de most látjátok, mindenhol azt írja, hogy estimated wait time short. Hát rohadtul nem short, néha 10 perceket is tudok várogatni egy jó meccsre, reméljük ez most nem így lesz. Hála Istennek itt van egy ilyen dobverőm, addig lehet pörgetni. Ezzel szoktam elütni az unalmas pillanatokat. Ez most egy elég unalmas pillanat. Wow! Oké, a mi csapatunk már megvan. 40, 26, 42 és 12. szintű arcok, ez remek is, ahogy láthatjuk. Ketten még haverok is. A túloldalt is vannak haverok, de az az öreg Free Burn a 3. szintjével nem fog labdába rúgni. Úgyhogy én úgy látom, hogy eléggé esélyesek vagyunk egy jófajta győzelemre. Kussolj mentőautó, akkor is győzni fogunk, nem érdekel mit mondasz. És megyünk az Overgrowth pályára. Okay. Megyünk is, ebben a játékmódban vannak különböző robotok, amik elindulnak a mi védett robotjaink felé, és nekünk is vannak robotjaink, akik elindulnak az ellenfél robotjai felé, és őket kell támogatni abban, hogy összezúzzák a fő robotokat. Én Oscar Mike-kal fogok menni, meg is van a gear-em. Ez ugyanis a második nagyon-nagyon fontos szabály. Ha belekezdesz egy ilyen mobába, válassz egy olyan karaktert, akit könnyen lehet irányítani, és nem annyira komplikált maga a karakternek a koncepciója, mert megint csak, hogyha neki vágsz egy ilyen varázsló tanoncnak, és úgy érzed, hogy kb. Érted, hogy miről szól, általában nem érted, hogy miről szól. Oscar Mike viszont nagyon hasonlatos az Overwatch-ban található Soldierhez, tehát egy ilyen alapkatona, akinek van egy jó kis ilyen frag grenade-je, hogy kb. Tud területet biztosítani, úgy kb. Tud embereket terelgetni távolról, középtávolról kinyírni őket, úgyhogy szerintem így egy jó kezdő karakter. Oké, így néz ki a csapatunk, van healerünk, ami baromi jó, és van sniperünk is, ami szinte kötelező jellegű ebben a játékmódban, úgyhogy indulhatunk, és kezdjük el fejleszteni a karakterünket, kussolj el. Így van. Itt van a skill tree-nk, ugye mindig lehet választani 2 vagy néha 3 módból. Érdemes a 3. szabálynak is megfelelni, tehát nézd előre meg, hogy milyen buildet akarsz építeni. Nagyon sokat fog segíteni, mert a harc közepén azért nehéz megfontolni a döntéseidet. Én már tudom, hogy az öreg Impact Grenade-re megyek. Úgy néz ki, hogy mindenki rendben van. 4. szabály. Próbáljunk kapcsolatot létesíteni a csapatunkkal, hogyha nem beszélünk velük mikrofonon keresztül. Beírjuk, hogy hey guys! És nyilvánvalóan senki nem válaszol. Alright! Nos, ami nagyon fontos szintén, lehet épületeket felhúzni, ezekhez pedig shardok kellenek, amiket így össze kell szedni. Szedjétek össze a shardokat, nem csak az emberekre kell menni, köszönjük szépen, hogy lelőtted nekünk. Figyelni kell, hogy különböző nyersanyagok vannak, és különböző úton-módon lehet megsegíteni a mi csapatunkat. Hopp, meg is van a 300 shardunk, fel is húzunk ide egy sentry turret-et. Én ezt nagyon szeretem, ez nagyon jól meg tudja lepni az ellenfelet. És az 5. szabály, nézzük a térképet! Ne csak a képernyődre hagyatkozz, azaz, hogy hagyatkozz a minimetre ugyanúgy. Ugyanis ez rengeteg mindent el tud mondani arról, hogy hol van a gonosz. Itt láthatjuk is már, hogy egymásnak estünk. És ha jól látom, eléggé rosszul kezdünk
megengedtük nekik, hogy betörjenek a középső része, ezt nem szabad hagyni. Akiket ott elő látok, azok robotok, ezek az ellenfél robotjai, azok jönnek ugye a mi fő robotjaink felé. De nekünk is vannak ilyen kis minionjaink, ezeket kell terelgetni, előre gyerünk! Oké, ott láthatjuk, hogy valaki már relatíve alacsonyan van. Semmi gond. Veszünk fel még egy kis shardot, és próbáljuk biztosítani a területet. Jöjjtek le onnan! Gyere le! Hatodik szabály, tudj célozni! Ez nekem úgy kb. Félig meddig meg csak. Oké. Hetedik szabály, tényleg nyugodtan segítsd a csapatodat olyan dolgokkal is, ami a nem a leghősiesebb. Tehát itt meddig, op, gyere vissza! Nem kaptuk el, pedig azt ki lehetett volna nyírni. Szóval nem csak a játékos karaktereket érdemes meggyilkolgatni, hogyha a robotok kiiktatásába tudsz segíteni, az is nagyon sokat ér, hopp, azt oda dobunk egy gránátot, és ezt egy jó csapat munkával szét tudjuk szedni, hogyha nem lenne rajta pajzs. Gyere vissza, hopp, és ez hülyeség volt, nagyon fontos! 16. szabály, elvesztettem a fonalat, 16. szabály, ne hajj meg! Ez nekem abszolút nem volt egyértelmű, de nagyon kell vigyázni rá, hogy nem csak XP-t adsz az ellenfélnek azzal, hogyha meghalsz, hanem rengeteg időre kiiktatod magad, amikor nem tudsz shardokat felvenni, nem tudsz építkezni és egyéb hasznos dolgokat csinálni. Ne hajj meg, ha nem muszáj! Oké, meg is van a második szintünk, fel is levelelünk gyorsan, és én már tudom, hogy egy nagyobb sebzésre megyek, ami egy láva tengert hagy az én gránátom után. Hop. Igen, ez mindegy. És megint csak nézzük a térképet, és látjuk, hogy egy valaki mintha ki akarna törni. És megölték, mire ide értünk. Hát ez hülyeség volt. Srácok pedig szerepelhettetek volna az interneten. Oké, megint csak minionok vannak a térképen, illetve ott valaki nagyon próbálkozik fönt, így van. Gyere le. Nem jön le, meghalt, rendben. És egy nagy minion is itt van. Próbáljuk a fejét lőni, az mindig nagyon sokat segít. Aládobunk egy gránátot, és szépen elégetjük, így van. Jó, remek. Megint csak itt van az ellenfél, próbáljuk őket visszatartani, az is nagyon sokat segít, 32. szabály. Nem kell feltétlenül megölni az ellenfelet, hanem elég visszatartani, mert hát egy csomó esetben a csapattársaidat ezzel segíted leginkább. Ott van az egyik főrobot, az egyik szent robot, azt kell majd legyilkolni, de ezt egyedül nem tudjuk csinálni. 86. szabály, ne hősködj, ha nem muszáj, lehet visszavonulni és megsegíteni a társaidat. Hopp, azaz. Nagyon jó. Oké, gyűlnek a sargyaink, kéne már gírt vennünk, de még nem tudunk, mert bénázok, mert hozzátok beszélek. Gyertek ki! Kérem, azaz! Te mit csinálsz, te hülye gyerek? Hopp! Szeded le a pajzsunkat, ott valaki meghalt, nem. Oké, ketten vannak és felénk is jöhetnek. Aha, ott van a sniperük. Megpróbáljuk elkapni. Na! Gyere le! Jó, oké. Aha, minionok! Jó, gyorsan, ezeket most nem feltétlenül akarnám megölni, nem muszáj. Köszönjük szépen, de a level uphoz abszolút szükséges, és megyünk a legfontosabb level upot, megkapjuk a red dot sightot, ezzel távolra is remekül tudunk lőni, azaz, hogy középtávolra, ami az én karakteremnek az egyik legfontosabb tulajdonsága. Rendben, hopp, az nem jó. Eltűnt a pajzsunk, visszavonulunk, és láthatatlanná válunk. 432. szabály. Csak úgy néha lép le. Alright, jönnek ketten mögöttünk, igen! 3332. szabály. Figyelj a csapattársaidra, ne hagyd őket egyedül, és ne hagyd, hogy ők egyedül hagyjanak téged. Többen nyilvánvalóan sokkal ügyesebben és eredményesebben tudjátok lemészárolni az ellenfelet. Úgyhogy mindig figyeld a minimappen, hogy hol vannak. Minionokra egy kis gránátot, hogy hamar eltűnjenek az utunkból, és már mehetünk is tovább a mi minionjainkkal. Hopp, és ott az első Sentry robot, ahogy láthattuk, azt már korábban is. És ott egy Oscar Mike, akit lehet, hogy le tudunk szedni, hogyha ide tudjuk húzni. Gyere ide! Gyere ide! No! Menekülj! Láthatatlanság! És látjátok, marhaságot csináltam. Miért? Mert nem fogadtam meg a 4332-es szabályt, miszerint néha csak lép le. De tényleg lép le. Nem állunk túl jól, viszont gírt már kéne tudnunk venni. Így van, veszünk gírt, ez megnöveli az életünket, ez baromira jó lesz. De nyilvánvalóan ez rengeteg sarba került, úgyhogy már megyünk is tovább, és gyújtjuk be őket újra. Gyújtsuk be őket újra! Lángoljon! Az a shard. Így van, mert meg is van az én kedvenc útvonalam, amin keresztül mindent fel tudok venni. Ez egy kicsit időigényes, de nem nagyon, itt egy nagy shard, lelőjük.
megvan rengeteg, most már 800, úgyhogy tudunk venni egy másik gírt is. Nem, még nem. Hopp, mi van? Ja, ez gyorsító, jó, oké. Mehetünk. Itt van az én kedvenc szentik turretem, amire nincs szükség. Így van, és most vesszük meg a sapkát, ami baromi jó. Oh! Jó, és pont eltűnt a pajzsunk, de semmi gond nem volt. És kaptunk egy asszisztot, hát ez fantasztikus, remek. Látjátok, 433 millió, 332. szabály, néha csak úgy kapsz killeket, és ennek örülj úgy, mintha ez direkt lett volna. Alright. Ott futkároznak a gyerekek, terület biztosítunk, hogy a snipert békén hagyják, és le tudja szedni. Oh! Majdnem megvolt, gyere vissza, hopp! Hát, ha ki tudjuk füstölni. Nem tudjuk kifüstölni, nem baj, megyünk a többiekkel, így van. Gyere öregem, oldalba támadjuk őket. Próbáljuk leszedni, oh! Hol van? Te mit csinálsz? Jaj, itt van az ő surprise sentryük is. Elfelejtjük villám gyorsan, így van, köszönjük szépen, és már kapjuk is a healt. Ott egy nagy... hogy is mondják ezt, minion. Lőjük inkább a főszentriüket, így van, leszettük a pajzsát, nagyon jó, ilyenkor kell bedobni a gránátot. Fantasztikus, level up, mindenki ég, mindenki lángol, tökéletes. De úgy néz ki, hogy el fognak űzni, úgyhogy inkább visszavonulunk. És megszerezzük a tactical action-t. Jó, és már újra itt is vagyunk. Remek, nem halogatunk túl sokat. Nem vagyunk túlságosan eredménytelenek. Nem vagyunk a top playerek se, de hát ezt nem lehet elvárni. Nem régóta játszom ezzel a játékkal. Hopp, ott valakit megjelöltek, ezt a kis robotot. Ez egy nagyon jó húzás volt az ellenféltől, láthatólag tudja, hogy mit csinál. Oké, ismét csak figyeljük, hogy hol vannak a csapattársak. Biztosítjuk a snipernek a nyugat célzást. És lőjük a nagy robotot, így van. Ott egy K.O. Nem tudom, miért nem halsz meg. Azt nem menekülsz. Mögé dobtuk. Nagyon jó. Hopp. Dögöljél meg! Ez az. Hát gyerekek, három asszisztal és két halállal. Előteljesen középmezőny vagyunk ebben a botrányos csapatban. Szerintem nem lesz itt gond. Az igen volt. Vegita tudja, hogy mit csinál az öreg. Alright, mondjuk két killel. Ne legyen nagy a pofája, jó? Légy szíves, egy kicsit vegyen vissza. Hoppá, és ott van egy minion beszerző bázis, ahova elmegyünk. Ismét csak. 22. szabály. Fogadj fel minionokat, ezek nagyon sokat tudnak segíteni. De most ilyen pillanatban még egyedül talán kicsit kevesek vagyunk hozzá, de nem sokkal. Hopp. Begyújtjuk az öreget, hátrálunk és... és már is hátba lőjük, ő oda elbújik. Azt hiszi, hogy meg tud minket trükközni, de nem tud. Lőjük a fejét, mint az őrült. Egy kicsit fogunk most sérülni, így van, de nem sokat, mert... azért most már jól állunk szintügyileg is és gírügyileg is. Na, halljál már meg, légy szíves! Nagyon jó. Meghalt, felvesszük a sargyait, és felfogadjuk őt, hogy jöjjön nekünk segíteni. Ez baromi sokat tud tolni egy adott pushon. Megjelenik egy ilyen bömbi nagy állat, azért az ellenfél teljesen jogosan szarja össze magát. Menjünk is tovább, felveszünk még shardot, megvesszük a harmadik gírünket. És nyomunk. Hoppá, 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 kicsit bejöttek. Építünk ide egy sentryt. Nem építünk, jó. Nem tudom miért nem. Ja, nincs elég. Oké. Okay. Azt se tudom, mi történik itt. Minionok mindenhol. Aha. Bedobunk oda egy gránátot, hogy meglepjük őket. Kiiktatjuk ezeket a minionokat. És hopp, ott fut. Kapjuk el. De előtte még lőjünk fejeseket mini droidokra. Az mindig nagyon-nagyon sokat tud segíteni, oké. Okay. Lement a pajzsunk, visszamegyünk, megfogadjuk a saját szabályainkat, és nem leszünk teljesen hülyék. Hopp. És meglátjuk innen fentről. Az úriembert is leszünk neki a pajzsait. Oké. Okay. Oké. Okay. Ezek a robotok a legjobb fejek teljes mértékben és könnyedén lazán tudnak beleállni a lövésünkbe. Nem kell okosnak lenniük, lényegük, hogy sokan legyenek. Hopp. Oké. Okay. Terület. Biztosítunk egy kicsit, ne jöjjenek arra. Beszédültünk, lassúak vagyunk. Nem tudom, hogy kitől és miért. Hopp. Ó. Oh. Oké. Okay. Lehet, hogy alagunk? Nem. Ez teljesen rendben van. Oké. Okay. És most pozícióba vagyunk.
borzasztóan boldogan lőjük a saját csapattársainkat, de utána az ellenfelet is. Aha, nagyon próbálnak áttörni, most mintha kicsit visszafordították volna. Oh! De kaptak egy gránátot az arcukba, és megveszem a double tapet. Mostantól borzasztó a sebzésem. És ennek mindenki nagyon fog örülni. Meg is van az ultimate-em, azt is mindjárt be fogjuk tolni. Toljuk be. Jó, toljuk most be. Kilövünk egy ilyen különleges rakétát. És akkor az égből elvileg jönnek az áldások. Amik ismét csak a területbiztosítás segítik. Rendben, meg is halt itt egy... Oh! Gyorsan láthatatlanná, és el innen, hála Istennek a láthatatlanság alatt gyorsan nő vissza a pajzsunk, elbújunk. Nem tudják, hogy itt vagyunk, de tudják, mert minket hílelnek. Remek, akkor visszajövünk, és már újra jók vagyunk. És ezt a kardos őrültet innen leszedjük. Túl sokan vagyunk, öreg! KO, bitch! Nagyon jó! Hát meg is van akkor az első killünk, rendkívül legendás teljesítmény, úgy érzem, csak 5-en voltunk. Függetlenül ettől azért jó érzés, megint csak 439.000. szabály. Nagyon-nagyon indokolatlanul örülj minden killednek. Ez jobbá teszi a játékot, mert általában azért el fognak pécsázni. Oké, felfejlesztettünk, itt egy sentryt léptünk, egy újabb szintet. Stealthy Shield, az nagyon-nagyon fontos, ez az, amiről az előbb beszéltem, hogyha láthatatlanná válunk, akkor gyorsan nő vissza a pajzsuk, hopp! Te hova szaladsz? Menjél vissza, azaz! Meggondolta magát a kis hölgy. Úgy látja, hogy ez... Hopp, ez egy rossz ötlet. De nagyon meghaltál! Ott egy assziszt, köszönjük szépen! Látjátok, ő nem fogadta meg az én szabályaimat, bement előre, nem ment vissza. Egyszerűen nem lépett le csak úgy, és hogyha így áll hozzá az ember, akkor nem lehet nyerni. Itt kinyírtuk az összes miniont a gránátunkkal, nagyon jó. Van még egy? Igen, erre nem fogjuk elultizni a dolgainkat. Próbálunk rá kritikát lőni. Nem megy. Nem tudom, hogy miért sebződünk. Lőjük tovább a nagy robotot. Nem tudom, hogy mi történik, de láthatatlanná válok és lelépek. Ez nagyon fontos. Rendben, begyűjtünk egy kis shardot. Nem tudom, hogy minek, de majd látjuk hasznát. Visszatöltjük a pajzsunkat és hátba támadjuk az ellent. Hol vagytok? Itt a gránátom. Gyertek ide. Oké. Minion. Azokkal most nem szabad foglalkoznunk, gyorsan legránátolom őket. Menni kell a karakterekre, mert nem állunk azért túlságosan jól. Most egyszer úgy visszapusoltak, hogy én úgy érzem, hogy van bennük elég erő, hogy esetleg meg is verjenek minket, rendben. Értem, Sentry, igen. Hadd segítsek, drága barátom! Kifigyeltem, hogy itt vagy. És láttam, hogy látnád használt a segítségemnek, rendben. Aha, ott, oda lehívjuk most az ultinkat. És jönnek is a rakéták. És lőjük is a shieldjét, shieldlen is van. Hopp, hopp. A miénk is úgy néz ki, úgyhogy kaptunk is egy assistot megint. Hát ez remek. Fent a shield, lőjük a shardot. Látjátok, ez a lényeg, ez megint csak egy nagyon-nagyon fontos lényeg. Harmadik B szabály. Folyamatosan legyél aktív, folyamatosan csinálj valamit. Ne tökölj el a sarokban, vagy hülyéskedj egy nagyon távoli sentry kinyírásával. Most például meg tudtam védeni az öreg healer barátunkat, máskor shardokat gyűjtök, de minden másodpercben csinálj valami hasznosat. Ebben a játékban abszolút lehet. Oké, a sentry robotot most már nagyon le kéne szedni, úgyhogy kap egy gránátot is. Hát az elégeti. Így van. És gyere, hoppa, az egy sniper. Meg kell lennie, és meg is van a sentryjük. Nagyon-nagyon király. Nagyon-nagyon szexi. Rendben, megyünk hátra. Életünk teljes, megnézzük, hol a csapatunk. Hopp, a csapatunk eltűnt. És ez nagyon-nagyon rossz, mert így ismét csak be kell bújnunk ide a lángok, oszlopok mögé, hogy ne öljenek meg minket. Rendben, minőnök lent, level 7 megvan. És már látjuk, hogy aha, ott próbál valaki betörni, próbál nekifutni egy nagy minionnak, most nem lépünk szintet. Most megpróbáljuk ezt a szerencsétlent elkapni, hát ha meg tud illetődni, és igen, le is szedtük a pajzsát. Ketten vannak, ez nem segít, inkább szintet lépünk. Movement speedre rakunk. Az nagyon-nagyon jó a lelépéshez. Oké, szervusztok! Nem jó, láthatatlanság. Igen, az ő vele ez a kislánya nem hülyeskedik, mert hirtelen pár másodperc alatt rengeteget tud sebezni. Persze csak egyszer, de ha elkap, akkor mindenek vége. A snipert leszedjük. Jó. Ez most nagyon nehéz. Miért van neked pajzsod a rohadt életbe? Nehogy elkapjatok! Nehogy elkapjatok!
Fújj be! Okay, megvagyunk. Visszatöltöttek a pajzsok, és már újra tudunk akcióba lépni. Itt van a csapatunk, látjuk, hogy hol vannak. Nézzük meg, hogy hol tudunk segíteni rajtuk. Itt van még a sniper, nincs, viszont ott van egy nagy minion, aki alá lehet tenni egy gránátot. Nagyon jó. Okay, megint csak biztosítsuk a teret a snipernek. Oh, egy sniper battle! Hát rendben, hagyd szálljak be, srácok, és zavarja meg az egészet. Aha, ott van az a pajzsos lány. Láthatatlan, gyorsan. Hát meg tudtam úszni, ez hihetetlen. Rendben, és most itt vagyunk mögötte, és nem tudja, hogy itt vagyunk. Mekkora assziszt. Remek. Egy nagyon-nagyon hasznos része vagyunk a csapatnak, csak kicsit beszariantoljuk, de hát ez a lényeg, ne halljunk meg, akkor is tudjuk gyűjteni a sárdokat. Remek. Egy kis heal gomba, ez mindig nagyon-nagyon fontos, gyerekek, a megfelelő időpontban betolni egy gombát, és akkor megyünk tovább. Ott volt egy nagy robot, itt van egy nagy minion, azt is elpusztítjuk. Most tudnánk pusholni, gyertek srácok, lövöm a snipert, hagy zavarja az életérzés, amit én közvetítek felé. Hopp, na, hova? Nem, ezek a miénk, jaj Isten, de jaj, Jézus Máriam, ezek a pajzsok mindig megzavarnak engem, de nem baj. Nem tudtunk felugrani oda, okay. Próbálj, hopp, valaki kitört, kapja a pajzsot, de nem elégséges. Na, figyeljetek, ezt kapjátok ki. Most kaptok oda rakétákat, nézzük meg, hogy mit csináltok vele. Nagyon jó, és vissza is vonultak. Nem szabad, igen, megint csak. 411. szabály, ne! Spórogass az ultival, hogyha be tudod tolni és kb. Eredménye van, akkor told be, mert lehet, hogy a következő pillanatban meghalsz. Nyilvánvalóan, hogyha már nagyon profi játékos vagy, akkor okos dolog így megtartani, de nem vagy nagyon profi játékos, hiszen így szól neked. Mekkora assziszt! Ezért szól neked ez a videó, mert egy assziszt-nak ekkorát tudsz örülni. Rendben, srácok, menjünk tovább. Hopp, hova tetszik futkározni? Jézus Máriam! Yeah, mi volt ez? Ez valószínűleg egy ultimate volt, látjátok, mondom, egy másodperc alatt képes minket kinyírni ez a kisasszony, de 12 assziszttal kőkeményen toljuk. 14-es score-ra leáll, és nem is vagyunk rosszak. Egy darab killünk van, az nem elég, de hát nem a rövid idő alatt nagy damage-et kiosztó karakterek közé tartozik. Ez az Oscar Mike, ő csak mindenkit idegesítked a kis apró lövéseivel, amiknek pont ilyen a hangjuk, nem másmilyen. És pont emiatt fel kell ismernünk, hogy mi a karakterünknek a lényege, és azt kell csinálni. Rendben, egy szentriük ugye lent van már, csak a fő szentriük hiányzik. Én úgy gondolom, hogy ezt a játékot meg fogjuk tudni nyerni, még 11 percünk van arra, hogy sikerüljön. Rendben, nézzük, azt mondja, hogy jelölgetik, hogy oda menjünk. Rendben, én teljesen benne vagyok abban, hogy oda menjünk. Csak én erről kerülök, mert egy ilyen loza srác vagyok. Alright, hopp, ott van valaki. Próbálhatjuk kilőni. Igen. Level up, az arra mindenképp szükség volt. Frag grenade-nek nagyon legyen a sebzése, annak nagyon tudunk örülni. És megyünk is tovább. Mekkora push, gyerekek, mekkora push. Shieldelt robotok, nagyon-nagyon helyes. Hopp, ott futkározik egy nagy... Egy nagy minion. Hála Istennek, eredményesen tudjuk fejbe lőni. És nem látok, egyszerűen nem látok. Hova futsz? Néha nagyon nehéz ebben a játékban látni, hogy mi történik konkrétan. Akkora... Pandemónium van itt középen például, hogy nem tudom, hogy most eredményesen lőttem-e be a gránátomat, vagy kitől kaptam pajzsot, nem tudom, de azt ott sérül, hogyha lövöm, úgyhogy azt lövöm. Takarodj, nagyon jó. Okay, még shard. Hova tetszik futni? Nem hiszem el. Hát, ha még elkapjuk a fejét. Nem, egyszerűen túlságosan jól bírta a küzdelmet. Takarodjatok, ti ide nem jöttek. Jó. És segítettük a pusht. Mi vagyunk elő, ez nem feltétlenül jó az Oscar Mike esetében. Nem bír annyi sebzést elviselni. De most nincs egyszerűen választásunk. Megkaptuk az extra shieldet, nagyon jó. És lőjük azt a turretet, ami borzasztóan keményen tudja kiirtani mi robotjainkat. Gyerünk! Nagyon jó, még kap egy őját is, remélhetőleg nem kapott. Ez biztos halál. Láthatatlanság, késő. Megint csak nem léptünk le időben, erre vigyázni kell. Rendben. Azt mondja, hogy igen.
egy ilyen közepes szintű játékost alakítunk most ebben a csapatban, ami egyébként nem rossz. Határozottan nem rossz, azért vannak itt kemény arcok, nem nagyon nincsek. Alright. Nos, hát akkor nézzük, ez a varázslócsaj, én ezt egyszerűen nem értem, én nem. Mindig látom, főleg az ellenfélnél, de sose értem, hogy mit csinál. Igen, ilyen területsebzése van, ez ilyen, kicsit ilyen vavas, lejött valami, azt gondolom, hogy ő hozzácsatolhat volna. Hát ez nagyon izgalmas, menjünk tovább, és az öreg alapsniper cseszegeti a minionokat. Igen, arra megint csak nagy szükség lenne jó nagy minionokra. Nézzük meg, hogy tudunk-e valakitől szerezni valamit. Aha, ott már foglalja is be, akkor az övé, remek. Akkor viszont lekövetjük őt, mert most már tele vagyunk sárdokkal, úgyhogy építkezni kéne. Itt van egy robot minion, azt megépítjük, megyünk tovább, ez teljesen fel van upgrade-elve? Úgy néz ki, hogy igen, mert ugye az épületeket upgrade-elni is lehet. Ó, az nem hozzánk tartozik, remek. Hú, Jézus Mária, itt mindenkinek annyira kivannak maxolva a képességei, hogy egyszerűen őrültség zajlik, én meg csak ugrálok, mint egy idióta. Nagyon figyeljünk oda, nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni. Oké, ott van egy nem kívánatos személy. Takarítsuk ellen. Ó-hó! Aha, betolta az ultiát, semmi gond, ameddig a többiek csinálják, én teszek ide neki egy meglepetés, egy teljes mértékben felújított szentrit. Ó! Gránát! Ne! Mi az Isten? Hát ez mi? Ez valami ultimate form volt, vagy... Hát, Jézus Mária, én nem is tudom. Igen, ismét csak egy újabb nagyon érdekes szabály, 872. Érdemes azért kb. Tisztában lenni az ellenfél karakterének a képességeivel. Nyilvánvalóan ez nagyon nehéz, amikor még csak a fele van unlockolva, nem tudok játszani az összessel, de érdemes ilyenkor figyelni, hogy ki mit csinál, hogyan lehet behatárolni egyébként, mikor készül valami nagyon-nagyon brutálisra. Ez az arc például a saját kis balonkabátjával már ismerős számomra, pontosan tudom, hogy mikor kell tőle félni, majdnem mindig. Alright. 10 másodperc, menjünk vissza, de gyerekek, nem állunk jól, sőt, szétlőtték a mi szentrinket! Mi az Isten? Lemaradtam valamiről? Még hozzátok a regélek ilyen eszméletlen sebességgel, nem figyelek oda a minimapre. Hiba! Hiba, pedig én magam mondtam, rendben, reg, akkor megvédünk téged valahogy, ne aggódj. Megyünk vissza, és szerzünk minionokat, mit szóltok ehhez? Itt van megint az öreg. Gyere ide! Kapsz egy pár kritikát, mire észreveszel. Kapsz egy gránátot magad alá. Még újra töltünk. Fejes, azaz, nagyon jó, és már alig élsz. Így van, remek. Látjátok, most már sokkal könnyebben meg tudtuk ölni, mint múltkor. Fejlődünk, haladunk. Azt mondja, hogy még egy darab szintünk van. És most már van egy öreg barátunk is, aki elindul a csatatér felé. Alright. Veszünk még egy robotot. És leüljük ezt a nagy sárdot, bár egy idő után már nem igazán kell sárdokat gyűjteni, mert hogyha megvan mindened, hoppá, level 9, megvan mindened, akkor már relatíve kevés hasznát látod ebben az endgame-ben, mert egyszerűen nincs időd építeni, hopp. Oké. Most meglepjük őket, egy ilyen, gyere, lőj, azaz! Jézusom! Jó, belőttük. És eltűntünk. Keresnek minket. Ó, megtaláltak minket! Futi! Futi! 85, ez az! Túléltük, remek! Lépjünk gyorsan egy szintet. Stealth duration, nem kell. Oké, ez kicsit rosszul esik most nekem, de a gomba az segít. A gomba mindig segít. Üljünk ide, és közben próbáljuk visszatartani az ellenfelet, így van. Menjél már az arcom elől, te! Hopp, hova tetszik menni? Nem tetszik sehova menni. Így van, nagyon jól csinálják. Itt van balra valaki. Hát, mit csinálsz? Későn, nem gond. Gyere hátra, öreg! Nyomjad a gombát, addig mi itt visszatartjuk őket. Bár most nincsen képességem, és azért az... A gránátomra nagy szükségem lenne. Oké, megvan a pajzs. Kicsit oldalra push, hopp. Oké, a miniont átengedtük, a játékosokat nem igazán kéne, mert most nem vagyunk elegen. Oké. Hopp, lángoljatok! És el is tűntek, remek. Remek, hátrálunk, mert a pajzsunk lent. Kicsit vissza kell tölteni. Hol vannak a többiek? Gyertek már, srácok! Szükség van rátok. Nem nyomunk be ultit most a minionokra, mert az egy hatalmas hülyeségnek hangzik, és általában az is, bár ilyenkor egy erős ellenpusholás az nagyon sokat tud segíteni. Most azért felrobbantunk mindenkit, hogy legalább ezekkel a kis szarokkal ne kelljen küzdeni, mert
amikor az ember egy kritikus helyzetben van, néha nem veszi észre ezeket a padlónyaló kis apró robotokat, és az be tudja tolni a végső sebzést. Rendben. Hopp, ott ketten vannak. Ott is ketten vannak. Jövök, öreg. Jövök. Hó, hát őt elkaptuk. Hopp. Hátra. Hátra itt rohangáltok be. Gyorsan láthatatlan. Jó, kint. És vissza. Ott vagy, látlak én, te szarházi. Gyere ide! Mindenkinek, ez a pajzsos csaj, ez nagyon-nagyon jól csinálja. Már csak az ultink hiányzik, de azt itt nem akarom most eltolni, mert túlságosan esetleges. Hopp, igen, betolta a pajzsát, nagyon jó. Nem baj, itt vagyunk a varázsló nénivel. Azaz, hogy nem vagyunk itt, mert nem figyel rám. Nagyon jó. Ismét csak nem tudnak áttörni sebzés nélkül, ami nagyon jól esik számunkra. Gyere ide be! Így van! Mész vissza! Menjetek, mind a ketten menjetek vissza, légy szíves. Köszi szépen. Hopp, igen, az fáj, hogyha az hozzád ér. Menjél a pajzsoddal az anyádba. Na, gyere ki, gyere csak ki! Úgyni. Csak ide futott. Hopp, eltűn, nagyon jó. Gyertek. Ez ellen nem vagyunk jó közel. Mi? Nem vagyunk jó. Jó, gyere! Nem tudok felmenni a lépcsőn! Nagyon-nagyon fontos szabály. 3432. szabály. Mindig okolj majdnem minden más, mint magadat. Most például beleakadtam a terrainbe, és ez nyilvánvalóan a halálomat okozta. Nem az volt a probléma, hogy én túlságosan előre mentem egyedül, nem. Az volt a gond, hogy beleakadtam egy pixelbe. Ezt mindenki látta, és mindenki is fogadja el, mert az egómnak ez tesz jót. Öregtem, mi az Isten csinálsz? Hát, én nagyon szurkolok neked, de ilyen pillanatban ez így eléggé középhatékonynak tűnik. Jó, a varázslónő ez megint itt benyolózik a közepén. Gyerekek, 2 perc van, és nem állunk túlságosan nyerésre, úgyhogy most kell Isten igazából megtolni. Noob, heal, idiot, I suck at the stairs. Hát, ugye az öreg Tom Palmer már megfogadta a tanácsomat, és már ő is a lépcsőket okolja. Nagyon helyes. Okay, nézzük meg. Tudunk ezt szerezni? Igen. Tudunk szerezni miniont, ott van. Nem. Alright. Igen, itt már Máki közel előtte a többi kettő nagy lényt. Remek, ezeket tudunk egy utolsó erőszakos pusztolni. Itt vagyok, Máki, ne aggódj, ne rohanj ilyen állatira nőiesen. Itt vagyok. És tartjuk őket távol. Mit csináltok? Menjetek innen. Ott a Sentry. Supply bot? Nem, az egy supply bot volt, amit leszettünk. Remek, segítsünk kicsit a nagy lényeknek. Betoljuk oda a gránátot. Ez hát, ha segít, mert az accelerator az sokat tud a jelen pushban tolni nekik. Ott van. Ez miért nem hal meg? Az Isten verje már meg. Gyere, rádugrunk? Azt szeretnéd? Igen. Jó van. Na, gyerekek, ha valamikor, akkor most kell hülyességeket csinálni. Ne tudjanak kihátrálni az egészből! Nem sikerült őket beszorítani, és elkaptak engem. Legalábbis azt hitték, hogy elkaptak, de most időben és eredményesen leléptem. És már tudunk is visszajönni. Most nincs idő megvárni, feltölteni a pajzsokat. De muszáj lesz! Jó, nem! Az Isteni, hát ez megőrült ez az ember, ez kicsoda, és miért? Killer! Ként játszott az öreg Maurice P, és az egyetlen cél ebben az életben, hogy minket elkapjon. Nos, hát legalább elég ideig húztuk az idejét, mert gyerekek 10 másodperc múlva hát letedik a menet, és úgy néz ki, hogy mi nyertünk. Mi? Ne! 5-4, lőjétek őket vissza! 3-2-1-55-50, Jézusom! Victory! Hát ennél kevés... Jézusom, ez nagyon izgalmas volt. Rendben! Az öreg Tom Palmer le is lépett, itt nyilván anyázás megy. Nem sikerült visszanyáznunk, pedig ez nagyon-nagyon fontos. Hölgyeim és uraim, győzedelmeskedtünk. Ez azért egy elég izzasztó menet volt, de úgy kb. Láthatjátok, hogy miről szól a Battleborn-nak ez a játék módja, és talán kaptatok egy pár tippet arra, hogy hogyan kezdjétek bele egy ilyen mobásított FPS-be, mint mondjuk a Battleborn vagy... Hát ezek talán még az Overwatch-ra is igazak lehetnek. Rendben, nem sokára megyünk tovább!